Aussi brevis. Egyik olvasóm azzal a kéréssel tisztelt meg, hogy a németke és az én pohárom után még valamit szeretne olvasni a gyermekeimről, mert azt mondja, omne trinum perfectum. És minthogy azt írtam volt, bőbeszédűvé tesznek a gyermekeim, hát legyek bőbeszédű. Nem szívesen teszek önnek eleget, tisztelt olvasó, mert még azt hiszik majd ezek a kölykök, hogy ők adják nekem a témát. De miután tényleg bőbeszédűvé válok, ha őróluk van szó, hát nem tudok ellentállani, hogy ne fecsegjek egy kicsit. Egy kurta esztendő előtt itt járt Párizsból a francia fordítóm egy hajdani magyar képviselőnek az öccse, és meglátogatott engem is. Nagy csodálkozás fogta el, hogy én nem tudtam vele franciául beszélni, tágra dagadtak a szemei, összecsapta a kezeit. Én is csodálkozhattam volna, ha ő meg nem tudott velem magyarul beszélni, de én nem csodálkoztam, mert ez még barbárabb színben tüntetett volna fel. Pedig mellettem van a logika, mert én nem akarok tőle franciából magyarra fordítani semmit, míg ellenben ő magyarból fordítja franciára a munkáimat. De hát a logika is csak a hatalmasabb szájában logika. A kisebb nemzetekében ilyen esetben a tudatlansággal való hivalkodás lenne. Miután szótár segélyével kibeszélgettük magunkat, én a folytonos szégyenkezésben azzal az eltökéléssel fogtam vele kezet, hogy mindjárt holnap franciára kezdem tanítatni a gyermekeimet. Ő pedig azzal az eltökéléssel búcsúzott, hogy a további munkáimat is lefordítja. Hát igen, hadd tanuljanak a gyerekek. Ha már én szamár maradtam, legalább ők legyenek okosok. Hiszen azt is mondhatnám ilyen szégyenletes eset után, hogy ide azt a grammatikát. Nekivágok annak a francia nyelvnek. De hát az ember jobban szereti a gyerekeit magánál, inkább azokra gondol, de meg kényelmesebb is, hogy mások tanuljanak, nem maga az ember. Ez egyszer így van. Hát tanulni fognak. Punktum. Fölkiabáltam összes ismerőseimet valami francia fiú vagy leányka után, akitől játszva sajátítsák el a gallok nyelvét. Hanem a fickók savanyú képet vágtak a dologhoz. Éppen abban a korban vannak, az idősebbi gyerek Rákóczinál tart a históriában, amikor a mi fajtánk azt hiszi, hogy az egész világ nem áll csak magyarokból és németekből. És hogy a németek pusztán csak azért vannak, hogy a magyaroknak legyen kit megverni. Sőt, az a nézet is beléjük van már csöpögtetve, mert ellenzéki képviselők is megfordulnak nálam. Hogy már talán ez idő szerint se lenne, eleven német a föld golyóbison, ha nem azon múlna, hogy Bánfi nem enged hozzájuk nyúlni. Mikor előhoztam a fiúknak, hogy franciául fognak tanulni, nemigen lelkesedtek, ők is kiálltak a maguk ellenvetéseivel. Minek az? Hát, mert az igen szép, ha valaki franciául tud. De mire való? Kérdezte Bercike. Beszélgetni fogtuk a francia guvernánttal. De mi nem akarunk vele beszélgetni. Hát akkor egymással fogtok beszélgetni. De egymással csak magyarul szeretünk beszélni. Hát akkor a franciákkal fogtok franciául beszélni. Hol vannak? Otthon az országukban. Majd, ha nagyok lesztek, elviszlek egyszer Franciaországba. Beutazzuk, és akkor ti lesztek ott a tolmácsaim. Igazán van ország, apa, ahol a parasztok is franciául beszélnek? Kérdő Bercike bámész szemekkel. Hogyne, mégpedig nagyobb Magyarországnál. Igaz, Laci? Kérde ismét Bercike Lacira tekintve. Nekem nem akarta hinni a kis zsivány. Hát nem láttad a mappán, te vaksi, förmet rá a gimnazista szuverén fölényével. Én inkább nem megyek, hadd tanuljon a Laci. Én sem megyek, csökönyösködött Laci. Láttam, hogy most már csak ravassággal lehet dűlőre vinni az akaratomat. Pedig jó volna, ha tudnátok valami extra nyelvet,
hogy mikor valami titkos dologról akarnátok egymással szót váltani, ne értsék a pajtársaitok, se a Gyuri, se a Miska, se a Pali. Deringette, hogy enné ezeket a méreg, de még mi sem értenők, hogy mit beszéltek, tudnilik a mama és én. Az volna a nagy parádé. Ez tetszett nekik. Összepislogtak a barna szemecskéikkel, és ez a megegyezést jelentette. Igen, az nagy parádé volna. Hát, nem bánom, apa, jegyzé meg Laci. És te, Berci? Vállat vont, hogy ő se bánja. Ezzel átestünk az első nehézségen. Harmadnapra megvolt az élő grammatika is. Egy francia nyelvmesternek a leánykája. Egy gyönyörű kis leány, azon a mesdjén, mikor a bimbó már fesleni kezd, de még nagyobb a zöldje. A rózsából, vagyis a leányból csak a szélek kezdenek kihasadozni, de még túlnyomó a gyerek. Bizonyosan beszélget még otthon a bábúival is, de már a tükrével is szóba áll. Szóval egy kedves kis bakfis a Karolin, aki játszani és hancúrozni is fog még a fiúkkal. És az ilyen az igazi ternó. Az is nagy előnye volt, hogy jól beszélt magyarul, mert már ő itt Pesten született, vagy 15 év előtt. Ha nem tudna jól magyarul, kinevetnék, s nem lenne semmi tekintélye előttük. Ezeket az argumentumokat hoztam föl a magyar voltam mellett magamban, de voltak éppen a nemzeti sovinizmus rosszalkodott bennem. Örültem, hogy a kisleány nem francia földön termett. Irigylem a szépet az idegenektől. A fiúknak persze nem volt szabad tudni, hogy a Karolin magyar leány. Előttük ez teljesen aláásná a szupremáciáját. Abban semmi gyanúsat nem találtak, hogy jól beszél magyarul. Magyar gyerek előtt természetesnek látszik, hogy magyarul még a részbőrű indián is tud. Mert akárhogy dicsérjük mi apák a gyerekeinket, az ő logikájuk, érvelésük, okoskodásuk, amelyiké jól indul is, nagyon primitív fokon áll. 2 éves sincs, amit figyelmeztettem egyszer a Bercit, ki az ágy szélén fölállt. Leesett pajtás, mire ő fölénnyel felelt föl. Hát nem látod, hogy fogom az ingemet? Valóságosan belefogóckodott az ingébe, s azt hitt, hogy most már le nem eshet. De magukhoz való eszük nekik is van, és az első társalgási óra éppen ezért nem jól sikerült. Pedig szép és ünnepélyes dolog volt az, mikor a 3 gyermek letelepedett az asztal körül. Az enyimek nevetgélve egymásra, de ellenséges szemmel méregetve a liliputi nevelőnőt. A 3. gyermeket, ki fülig pirulva ült köztük, komolyra torzítva vékony eleven arcocskáját, mint egy anyóka. Ő még jobban félt szegényke, mint a tanítványai, szíve bizonnyal hangosan dobogott a hótiszta fehér blúz alatt, mert először ült ma a katedrán. Az én kölykeim csak a francia nyelvbe fognak bele, de a kis Karolin megindul egy nyomorú úton félénken, bizonytalanul, talán szepegve is, mint a kis csirke, amikor először kezdi kipkaparni a saját napi élelmét. Szegény kis mamzel, bizonyosan mindent tudsz, és mindent elé fogsz tárni, amit mamád a 30 éves házi tanítás grifjeinek raktárából belé gyömöszölt fejecskédbe. Talán el is próbáltad otthon, és kezded is egymás után kibontogatni az első óra alapvető tudnivalóit, de te ezeknek a tanítványoknak a fickándozásaira nem számíthattál, kik ugrálnak tárgyról tárgyra, mint a verebek kérdezősködnek kíváncsiságból, dévaj kötekedésből, és tréfának vesznek mindent, még a te rettenetes kacagni való komolyságodat is. A szobában levő tárgyak francia neve csak hamar kimerül. Az asztal, a lámpa, a szék, a könyv neve mind tudomásul vétetik. Utána mondani ugyan nem akarják, mert nevetségesen hangzik, hanem most már ők kezdenek kérdezni újakat. Nem, az nem, kiált közben a Berci. Hanem hogy hívják a juhot? Brebis, mondja Karolin. Brebi, brebi, bolondság. Igazán Brebinek hívják? Ha egyszer mondom,
feleli a kis tanítónő tetetett szigorral. És hogy van a bárány? Karolin zavarba jön, de a mai nap nagy szerepe nem tűri meg a hosszú habozást. Aussi brevis felelt, az is brevis. De már erre kitör a haota az újongás. A kis fickók fölkerekednek az asztaltól, és diadalmas arccal táncolva, ugrálva rohannak a szobámba. A kisasszony nem tud franciául. Nem tud. Hidd el, apa, hogy nem tud. Hú, ordítozta a kisebbik. Semmit se tud a kisasszony. Ennyi, mit beszéltek? Mordizom adta. Hol a nádpálca? Már hogy ne tudna. Laci állásba teszi magát, mint egy igazi férfi. Ha én egyszer azt mondom, hát az úgy is van. Tudod, apa, hogy én soha nem szoktam hazudni. A leány csak ugyan nem tud franciául. Azt kérdeztük, hogy hívják a juhot. Azt mondta Brebis. Erre aztán azt kérdeztük, hogy hívják a bárányt. És azt mondta Aussi Brebis, hogy azt is juhnak hívják. Hát mondd meg már most, hogy lehet-e olyan bolond ország, ahol egyformán hívják a bárányt meg a juhot. Hogy kérne ott a stempliné, a szakácsné, egy kiló bárányhúst és egy fél kiló juhúst a mészárszékben. A gyereknek tökéletesen igaza van. Én gyárt is átláttam, hogy a kis Karolin bizonyosan soha se járt falun, és nem látott se eleven bárányt, se eleven juhot. Legfőjebb sült alakjában kerülhetett elé a juhcsalád, és nem vigyázta meg az egyes családtagokat, a kost és a kerkét, az ürüt, a juhot, a bárányt egyenként. Hanem hát ki nem szolgáltathattam a tudatlanságát prédának. Inkább Franciaországot fosztottam meg az egész juh állományától. Szamarak vagytok, rivalkodtam rájuk. Tudnotok kellene, hogy Franciaországban nincsenek juhok. Még szép a kisasszonytól, hogy ennyit is tudott. Olyan állatoknak, amik nincsenek, ugye ti se tudjátok a nevüket? Kételkedő arcokat vágtak. De hát miért nincsenek ott juhok? Ja, mert nincs legelőjük. Ott minden földet szántanak és vetnek. Szóval kivágtam valahogy nagy nehezen Karolint, de azért a fiúk nem említették egymás közt más névem, csak Aussi Brebisnek. Egész nap hallani lehetett Aussi Brebis, ezt mondta, Aussi Brebis úgy tartja a száját, Aussi Brebis hajában ilyen fésű van, le volt szakítva mellényéről az egyik gombja, sőt annyira ragadós az efféle, hogy mi is csak Aussi Brebisnek hívtuk attól a naptól kezdve. Este az ágyban levetkőzve, különben is minden nap tanácskozás szokott közöttünk folyni, hallottam őket sokáig petyegni. Berci kezdte. Hidd meg, Laci, mégse tudsz az Aussi Brevis franciául. Én is azt mondom, ne tanuljunk tőle, ne tanuljunk. Másnap megint eljött az Aussi Brevis. Az anyjuk csak nagy nehezen bírta a lázadókat behajtani a tanuláshoz, és most megint megfogták a szegény kis Aussi Brevist. Nem volt szerencséje. Azt kérdezték, hogy hívják a lovat. Cheval. De hát a csikót. Petit cheval. Hurrá, hurrá! Sose hallott még az Aussi Brebis ilyen diadalordítást. Az a hahota, ami megcsendült, mintha 10 csengettyű csilingelne, az a rohanás ki a szobából. Éjjel, éjjel, Aussi Brebis! Semmit se tud, Aussi Brebis! Majd, hogy el nem süllyedett szégyenletében a boldogtalan leányka. Szerencsére nem voltam otthon. Vártak, nagyban vártak az új leleplezéssel, és előadták szörnyű prozopópeával, mint olyan emberek, akiknek az igazságára végre rásütött a napfény. Na ugye, hát hogy mégse tud az Aussi Brebis franciául. Végig hallgattam a kínos affért. Az ördög győzze őket új ötletekkel. Most már a lovakat konfiskáltam el a franciáktól. Ó, ti kis incifincik, hiszen persze, hogy más a ló, meg a kisló, és más a csikó. De Franciaországban nincs ló semmilyen. Még szép az Aussi Brebistől, hogy tud felőle. Okos leányka. Hát hova lettek a lovaik?
Ó, már olyan magától járó szekere van mindenkinek, amin őt egyszer láttatok az Erzsébet téren, és amit ti úgy hittok, hogy a polgármester ördög szekere. Összenéztek nagy komolyan. Na, ez bizony igaz lehet, hanem azért azt követelték, hogy vegyek nekik most mindjárt egy magyar-francia szótárt. Mit akartok a szótárral? Meg akarjuk fogni az Aussie Brebist. Mert biztos, hogy nem tud franciául. A szótárból majd előre kinézzük, és úgy kérdezősködünk. Mert ha szótárunk nincs, mindent mondhat. Nosza, mit volt tenni, mint rögtön szalasztani a cselédet a Carrié János szótáráért? Hát csak fogdossátok az Aussie Brebist. Hanem hiszen volt is dolga a szótárnak, ki nem bocsátották szinte reggeltől estig a kezükből. Búvárolták, turkálták, kikeresték, bevágták a legkülönösebb szavakat, és kereszt kérdésekbe fogták a kis Brebist, aki most már több szerencsével siklott ki a körmeikből. Amely nap ráértem, mindig kikérdezgettem. Mennyire vagytok az Aussie Brebisszel? Majdnem megfogtuk, vagy kétszer. Döled is putálta a hibáit, pedig biztos, hogy nem sokat tud. Hát csak süssétek ki rá. És mi lesz a jutalmunk? Megverem. És még? És nem fog kelleni tanulnotok? Jól van. Még csak nagyobb szenvedéllyel, kedvel folytatták a hajszát. Végre egy napon kezdték belátni, hogy mégis sok szót tud a kis Brebis. A Bercike megsimogatta az államat. Nevert meg, apa. Játszott is velük, tehát megszerették. Most már én kezdtem őket bizgatni. Tudjátok mit, fiúk? Hát nem verem meg az Aussie Brebist. Hanem most már én is gyanakszom, hogy meg lehet fogni, de nem a szavakban, hanem a szabályokban. Amelyiktek megfogja, kap egy biciklit. Mind a kettő bizonykodott, hogy megfogja, hanem hozassam meg nekik a nyelvtant, hogy előre készülhessenek. Meghozattam nekik a nyelvtant is, vastag, erős, disznóbőrbe kötve. Most is itt hever az asztalon, ahogy a sorokat írom, te csupa rongy már, csupa foszlány. Ki kell a szemétre hajítani. Addig-addig fogdosták vele az Aussie Brebist, míg mind a fejükbe szaladt, ami benne volt, s egy nap csak azon vették észre magukat, amint 14 hónapig üldögéltek délutánonként a nagy ebédlő asztal körül, hogy az ördög se ismeri már meg, hogy a 3 gyerek közül melyik beszél jobban franciául, az Aussie Brebise vagy az én porontjaim. Az Aussie Brebis maga is sokat tanult 1 év óta, valóságos nevelő nővé képződött a nagy ellenőrzésben és hajszában, azon felül szebb lett, nyulánkabb, nagylányosabb. A fickók is nőttek valamit, de keveset, és még nem annyit, hogy... Na pedig 1000 bocsánat, semmit se szóltam.